A gránátalma hatása 10 egészségügyi előny, amiért mindenképpen érdemes fogyasztanunk. A gránátalma hatása megkérdőjelezhetetlen az emberi szervezet számára, hiszen ezt a gyümölcsöt világszerte az egyik legegészségesebbnek tartják számon. Természetes gyógyító hatását már több kutatásban is vizsgálták, amelyek során mindig bebizonyosodott, hogy a gránátalma valóban kiváló választás lehet, ha szeretnénk szervezetünket egészségesen táplálni. Videónkban most összegyűjtöttünk néhány érdekes és meglepő tényt a gránátalma hatásával kapcsolatban, azonban mielőtt tovább mennénk, kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, és tekints meg korábbi videóinkat is. A gránátalma tele van fontos tápanyagokkal. A gránátalma hatása már a tápanyag tartalmánál is jelentősen megnyilvánul. Egy csésze gránátalma a része, ami nagyjából 174 g, olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a rost, fehérje, C-vitamin, K-vitamin, forsav és kálium. Kigondolta volna, hogy egy csésze gránátalmában ennyi egészséges és tápláló tápanyag található. Gyulladás csökkentő hatással rendelkezik. A krónikus gyulladás számos igen súlyos betegség alapját adhatja. Ilyen egészségügyi problémák lehetnek a szívgyulladás, a kettes típusú cukorbetegség, illetve a különböző rákos megbetegedések. A gránátalma igen erős gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket nagyrészt a pudikalaginok antioxidás jellemzői okoznak. Amennyiben tehát te is rendszeresen szenvedsz különböző gyulladásoktól, úgy a gránátalma folyamatos fogyasztása mindenképp javasolt. Segíthet a prostatarák leküzdésében. A prostatarák az egyik leggyakoribb rák típus a férfiak körében. Laboratóriumi kutatások azt mutatták, hogy a gránátalma hatása segítheti lelassítani a rákos sejtek szaporodását, sőt, akár el is pusztíthatja azokat. A kutatás során továbbá azt is észrevették, hogy napi 2,5 deciliter gránátalmalé fogyasztása 15 hónapról 54 hónapra dövelte az úgynevezett PSA megduplázási időt. A PSA más néven prostata specifikus antigén a prostatarák vérmarkere. A prostatarák okozta halálozás aránya pedig összefüggés mutat a PSA értékével. Minél gyorsabban duplázódik az értéke, annál nagyobb lesz a halál kockázata is. Segíthet a merrák leküzdésében. Az emlőrák az egyik leggyakoribb rákfajta a nők körében. A gránátalma kivonat képes gátolni az emlőrák sejtek szaporodását, Sőt, akár el is tudja őket pusztítani. A bizonyítékok azonban jelenleg kizárólag laboratóriumi vizsgálatokra korlátozódnak. Itt fontos megemlítenünk, hogy további kutatásokra lesz szükség, mielőtt bármilyen állítást lehetne megfogalmazni a gránátalma hatásával kapcsolatban a merrák esetében. Azonban a kezdeti eredmények igen biztatóak. Csökkentheti a vérnyomást. A magas vérnyomás a szívrohamok és a stroke egyik vezető kiváltó oka. Egy tanulmányban a magas vérnyomásban szenvedők vérnyomása jelentősen csökkent. Miután két hétig naponta másfél deciliter gránátalma levet fogyasztottak, segíthet az izületi gyulladások kezelésében. Az izületi gyulladások igen gyakoriak főleg az idősebbek körében azonban akár fiatalkorban is jelentkezhetnek valamilyen formában. Tekintve, hogy a gránátalma hatása erősen gyulladás csökkentő, így logikus következtetés, hogy kiegészítő lehetőségként akár csökkentheti az izületi gyulladások különböző formáit is. Laboratóriumi vizsgálatok továbbá azt is megerősítették, hogy a gránátalma képes blokkolni azokat az enzimeket is, amelyekről ismert, hogy károsítják az ízületeket, így a gránátalma rendszeres fogyasztása akár meg is előzheti ezt az egészségügyi problémát. Segíthet a merevedési zavarok leküzdésében. Az oxidatív károsodás érintheti a véráramlást a test minden területét, beleértve az erekciós szöveteket is. A gránátalma hatásai között szerepet kap a fokozott véráramlás is, amely akár kihatással lehet a merevedési zavarok kezelésében. Jelenleg azonban további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy a gránátalma merevedési zavarokkal kapcsolatos tulajdonságát teljes bizonyossággal kijelenthessük. Javíthatja a memóriát. Egy 2015-ös kutatás alapján, amelyben több mint 1500 főt vontak be, az derült ki, hogy napi 2,5 deciliter gránátalmalé fogyasztása jelentősen javíthatja az emlékező képességet, Sőt, akár az alzheimer kor megelőzésében is szerepet játszhat. Javíthatja az edzések teljesítményét. A gránátalma hatása manapság már a sportolók körében is nyilvánvalóvá vált. Gyulladást csökkentő és véráramlásfokozó tulajdonságainak köszönhetően tökéletes táplálékkiegészítőként jelenhet meg. Továbbá a gránátalma gazdag nitrátokban is. Amelyek javíthatják az edzés közbeni teljesítményt. Tehát röviden kijelenthetjük, hogy minden olyan tulajdonságot megtestesít, amire egy sportolónak igazán szüksége lehet. Összegzésként elmondható, hogy a gránátalma hatása több egészségügyi területen is megnyilvánulhat. Függetlenül attól, hogy te szenvedsz -e bármilyen egészségügyi problémától, amelyek elhangzottak a videóban vagy sem, a gránátalma rendszeres fogyasztása kortól és nemtől függetlenül, mindenkinek ajánlott, aki szeretne egy kis plusz nyújtani szervezete számára. Ennyi volt már a videónk, és ha úgy gondolod, hogy rengeteg új és érdekes információval gazdagodtál, akkor kérlek ne felejtsd el lájkolni a videónkat, iratkozz fel csatornánkra, és találkozunk a jövő héten.